Milyen céllal szerveződik a könyvtári napok rendezvény sorozata évről évre? Az Országos Könyvtári Napokat az Informatika és Könyvtári Szövetség indította útjára még 2005-ben, azóta minden év októberében megrendezésre kerül. Az idei évben október 7 és 13-a között várjuk a kedves érdeklődőket változatos programjainkra. Milyen programokkal készül a Lenti Könyvtár? Először is gyermekeknek szóló programunkat szeretném kiemelni. Ez egy rajzpályázat és az abból készült kiállítás, A barátom és én címmel. Ide a helyi nagycsoportos óvodások munkáit vártuk. És a gyerekek, akik nagy gonddal készítették a rajzokat, ellátogatnak ide a könyvtárunkba egy kézműves foglalkozás erejéig. Felnőtteknek szóló programunkból szeretném kiemelni a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület kiállítását, amely október 4-e és 31-e között tekinthető meg, valamint két előadást, Kovács Zoltán tanár, Meseszövés szavakban című előadását, ez október 10-én csütörtökön este 6 órai kezdettel lesz látható, valamint Kis Norbert koreográfus, a Magyar Néptáncai című előadása október 11-én pénteken 18 órai kezdettel. Milyen anyaggal mutatkozik be az Alalövői Egyesület? Az Alalövői Egyesület tagjai közül Szabó László festőművész, Gyarmati Szilárd fotós, és Kovács Erika fazekas népi iparművész alkotása, illetve munkái tekinthetők meg. Én azt gondolom, hogy nagyon színes a kiállítás, nem csak az olvasás iránt érdeklődőket, hanem a művészetek iránt érdeklődőket is nagy szeretettel várjuk a könyvtárba.